Szevasztok emberek, én Ádám vagyok, és visszatértem. Igen, visszatértem. Srácok, visszatértem a csatornámra. Nagyon-nagyon-nagyon sok időt hagytam ki, amit elképesztően sajnálok, de egyszerűen nem tudtam mit csinálni. Röviden kitérnék a lényegre. Januárban feltöltöttem az utolsó videót a csatornára, amiben azt ecseteltem, hogy jobban rá szeretnék állni a videózásra. Most ez azért volt, mert úgy azt is szerettem volna tenni, de rá, szerencsés módon, egy vagy két hétre elromlott a GoPro-m, amit olvashattatok is, aki követi a Facebook oldalamat, az olvashatta, mert oda kiírtam, hogy miért nem lesz most egy jó ideig videó. Hát sajnos azért, mert elromlott a GoPro-m, és nem tudom mi a baj vele, majd meg szeretném csináltatni, de egyelőre most jó így nekem. Mert ha elindítom a felvételt, akkor elkezdi számlálni, és vagy 5 másodpercnél, vagy 10-nél befagy, és ennyi. Meg néha a villogás is, ugye az ki lehet kapcsolni a GoPro-n, de én bennhagytam, hogy ahogyan veszi a felvételt, az pirosan villog. Na most az is néha befagyott, meg ilyesmi. Úgyhogy ezért nem volt videó, mert csak a telefonommal tudtam volna videózni, ami egy iPhone 6. Nem annyira rossz a minősége, de én most már nem szeretnék arra visszatérni, mert én nekem az a minőség már nem tetszik. Szóval ezért addig gyűjtöttem a pénzemet, amíg össze nem tudtam szedni egy Nikon D5200-as tükörreflexes fényképezőgépet, ami nekem teljesen megfelel, most is éppen ezzel megy a felvétel. Egyébként, mivel tudjátok, én az iskolámba fotóztam és videóztam, most már abba hagytam, egyéb okoknál fogva, ott is egy ilyen géppel, csak egy 3200-assal fotóztam, ez pedig, mint már mondtam, egy 5200-as, szóval terve volt egy DSLR fényképezőgép, mert hogy ez egy olyan fajtájú fényképezőgép, mert ezzel ugyanúgy lehet videózni, mint fényképezni, szóval nagyon jó minőségbe. Úgyhogy srácok, ezért volt ez a nagyon-nagyon sok kimaradás. Várjatok, lenémítom a telefonomat. Szóval ezért volt ez a nagyon sok kimaradás, mert nem találtam megfelelő kamerát, amivel fel tudtam volna venni a videókat. Mert most, jó, nincs rossz minőség a telefonomnak, de én már ahhoz nem szeretnék visszatérni, mert tudjátok, milyen az ember, szóval, hogyha egyszer mondjuk veszel egy jó fajtát egy adott dologból, mit tudom én, egy telefonból. És például szokták mondani az iPhone-okra is, mert ugye nekem egy iPhone 6-on van, és azt szokták mondani, hogy aki Apple-t használ, azután nem tud visszatérni semmire. Szóval, ha mondjuk veszel egy iPhone 7 Plus-t, tegyük fel, akkor utána, hogyha már az kicsit elavult lesz, hát mondjuk nem mostanában lesz, de hogyha az egy kicsit elavult lesz, akkor utána nem tudsz visszatérni az Androidra, vagy akár a Nokiára. Mert Apple és egyszerűen nem. Csapdába ejt. Konkrétan igazából. Szóval, srácok, visszatértem. Nagyon-nagyon megbántam ezt a dolgot, hogy nem tudtam eddig videózni. Ugyanis már annyira videóznék, hogy ezt egyszerűen nem tudom nektek elmondani. Ráadásul itt van az iskolának a vége. Hányadika van? 5. 23. van, 6. 15-tel vége az iskolának. 3 hét, már nem egészen 3 hét van vissza. Szóval srácok, nyáron végig fogom nyomni az egész nyarat videókkal, mert már annyira beszélnék és annyira mondanám nektek a magamét, hogy tényleg nem tudom elmondani. Úgyhogy srácok, ez a rövid videó ez ennyi lett volna. Ennek különösebb témája nincs, az az egyetlen egy oka volt, hogy ez elmeséljem nektek, hogy eddig miért nem volt videó. Hát sajnos igen, ez történt. Majd meg fogom javítatni, csak hát egy GoPro-t nem olyan olcsó, úgyhogy arra még várni kell. Ez a videó ennyi is lett volna, remélem, hogy tetszett nektek, és remélem, hogy tetszeni fognak nektek az elkövetkezendő videók, mert nagyon bele fogok húzni. Majd a következő videókban elmesélem röviden, hogy mik történtek ez idő alatt velem. Úgyhogy igen, szóval sziasztok srácok!